tehát Komáromi Rajz Gorbála vagyok. Itt dolgozom a helytörténeti részlegen, mint helytörténeti könyvtáros, még nem régóta, alig több mint egy éve. Ám régebb óta már idegenvezetőként is dolgozom a városban és a Dunakanyarban. És az egyik sétámról szeretnék egy érdekes egy előadást tartani, vagy egy összegzést. Ugyanis ezt november 30-án tartottam, Szentendre névnapja alkalmával, ugyanis talán nem mindenki tudja, hogy Szentendre a nevét Szent András apostolról kapta, aki Jézus 12 tanítványának az egyike, és ő volt a településünk legrégebbi középkori eredetű templomának a védőszentje. Az első írásos dokumentum, ami már Szent Andrásnak, Sanctus Andreasnak nevezi a települést, ez 1146-ból való Fulkó egyházi írnoknak, Fulkó Hospesnek a végrendelete, amiben már úgy zárja sorait, hogy kelt az úr 1146. esztendejében Sanctus Andreas udvarházában. És ezt a végrendeletet második Géza királyunk is hitelesítette, úgyhogy ekkor már biztosan tudjuk, hogy Szent Andrásnak, hát latinos formában hívták a települést. Szent András ugye Jézus tanítványaként a hagyomány szerint Kis-Ázsia nomád népeit térítette, többek között a szkíta népet is, és innen magyarázzák, hogy egyes eredet elméletek szerint, ugye a szkíta és a magyar rokonsággal magyarázzák, hogy ilyen számos település viseli Szent András nevét a Kárpát-medencében. Egy párat felolvasnék, amikre én rábukkantam. Békés Szent András, Hernád Szent András, Torna Szent András, Rába Szent András, Jász, Nemes, Bihar, Garam, Mező, Moson, Sajó Szent András, illetve Szent András puszta, és több Szent András is van, tehát hogy csak úgy Szent András. Nálunk egyedül honosodott meg ebben a másik magyaros alakjában, tehát Szent Endre képen a település névadójának a neve. Na, és akkor hol található Szent András a képzőművészeti alkotásokban, vagy hát hol lelhető fel az ő nyoma a városunkban? Először is egy iskolát látunk. Ez a Szent András katolikus általános iskola és óvodának az egykori épülete, amelyet 1889-ben rendeztek gyűjtést, a Fillér Nő Egylet. Akkoriban a 19. század végén még nagyon sok nemzetiségű volt Szentendre. Török elől ide menekült délszlávok éltek itt, és számos templomuk is volt, szerb-ortodox iskolájuk, volt a zsidó közösségnek is iskolája nálunk 1860 óta, de katolikus még nem volt. A Fillér Nő egyre gyűjtést rendezett, így nézett ki a Neskó kúria, amikor a századfordulón, végre 1890-től iskola működött benne a Szatmári Irgalmas Nőérek gondozásában, és így néz ki ma a Szent András iskola, most már emeletre építéssel. A kúria elég leromlott állapotban volt az 1889-ben, és nem mást, mint Hausmann Alajost kérték meg az építkezés vezetésével, tervek elkészítésével, ugyanis neki itt a Szentendre környéken, az Anna völgyben volt akkor birtoka, és ő nagy lelkesedéssel neki is látott ennek a felújításnak, tehát látjuk ezt a timpanonos alakot, amit aztán úgy került rá az emelet, hogy megőrizte ezt a formáját. A következő dián az épületbe belépve bal oldalon látható egy dombormű, aminek sajnos nem jutottam a nyomára, hogy ez kicsinálta és kikészítette, pedig a tantestületből is kértem segítséget, de azért betettem a diák közé, hogy hát ha valaki tud ebben segíteni, vagy később rájövök. Az épületbe belépve egy pár lépcsőt kell felmennünk, és ott jutunk a földszinti folyosóra. Ott látható az első művésznek, akit bemutatok, Szakács Imre Lászlónak nagyméretű olajfestménye. Ugye Szentendre úgy ismert a magyar köztudatban, mint a művészek városa, festők városa, és hát valóban nem csak nevében, hanem még azt mondják, hogy manapság is 160 művész él, vagy alkot jelenleg a városunkban. Szakács Imre László a Szentendre Pro Urbe díjasa és a város díszpolgára, az Európai Művész Telepek Egyesületének alelnöke már 2005 óta, számos díj birtokosa. Ő festette ezt a Szent András olajfestményt,
1996-ban az akkori Káplán kérésére ajándékba az iskolának. Itt érdekes, hogy nem kínzó eszközként jeleníti meg a szentnek az attribútumát, hanem két fénycsugárként, ezt szándékosan így csinálta, elmesélése szerint, tehát nem a borzalomra akarta irányítani a figyelmet a szentnek a mártír halálára, hanem ezt a két fénycsugárt, így a földet és az eget összekötő fénycsugárként ábrázolni. Az ő első, tehát ő halász volt, ez a tevékenysége látható az egyik fénycsugár aljában, úgyis tekinthetjük ezt a szimbólumot, mint a földi küldetése, és aztán a mennyei elhivatása, hogy Jézus úgy hívta el, hogy akkor kövessetek engem, és emberek halászává teszlek titeket. És így módon összeköti ez a két fénycsugára a földet és a mennyeket. Igen, itt vagyunk. Ez a sétán készült a művészről és rólam. Kicsit így fénylik ez a festmény az üveglap miatt. Majdnem pont vele szembe, a másik falon, az igazgató helyettesi iroda ajtaja fölött láthatjuk Szent Andrásnak a domborművét, amely egy gipsz relief, grafit patinával. Az iskola egykori tanára Pokorni Attila készítette. Itt a művész. Marosvásárhelyi születésű művész. 2011-ben például többek között megkapta Polok Krászner alkotói ösztöndíjat is, és 2018-ban az iskolának adományozta ezt a reliefet, ez körülbelül egy ekkora dombormű. Itt a háttérben látható a szentnek az attribútuma, az egyenlő szárú X-formájú kereszt, amit András keresztnek is hívunk, és ugye szimbolikusan felé fordul a szent. Tudjuk, hogy amikor Szent Andrást Achaiában a égász prokonzul elé vezették, és ő megkínoztatta a hitéért, és végül kereszthalálra ítélte, akkor ő nem óckodott a kereszttől, hanem önmaga úgymond örömmel fogadta, hogy mint mestere Jézus, ő is így hal vértanul halált. És az iskola udvarában is látható egy Szent András emlékmű, ez egy szobor, úgynevezett feles nagyságú szobor, tehát életnagyságnál kisebb, egy magas mészkő posztamensen áll, egy bronz szobor, városunkban alkotó, Pál János Ervin szobrász művész alkotása, amikor én ott felkerestem, akkor éppen alkotott, így becsöngettem hozzá, mondta, hogy jöjjön, gyorsan köt a gipsz, úgyhogy szerencsére itt akkor pont alkotás közben tudtam őt megörökíteni. A városunkat számos alkotása díszíti, a város első polgármesterének a domborműve, például a Dumcsejenő utca elején, vagy Petőfi, vagy egy vasvári szobortető, a hagyományos portré ábrázolás alkotója, és így néz ki a szobor. No, akkor arról a templomról ejtenék egy pár szót, ami ugye a város első és középkori eredetű műemléke, amiről már szó volt, hogy 1146-ban már Fulkodák említi a végrendeletében. Természetesen ezt a templomot aztán az évszázadok során többször lerombolták, felgyújtották a tatárok, és újra építették. Most így néz ki, főleg barokk stílus elemeket láthatunk rajta, de a vakolatból kihagyva egy-két helyen még románkori és gótikus stílusjegyeket is, és a templom belsején látható a jobb oldali mellékoltáron Szent András szobra, ugyanis a török hódoltság után, amikor ezt a templomot felújították az Icsi-Kegy urak támogatásával, akkor már egy másik védőszentet választottak, most már Keresztelő Szent János plébánia templom, a templom titulusa, és Keresztelő Szent János van a főoltáron, de társvédő szentként még Szent Andrást is láthatjuk ezen a nagyméretű olajképen. Andreas Gottlieb adománya 1755-ből, és ezt jól nézzük meg ennek a részleteit. A szent háta mögött van az X-alakú kereszt, előre lép jobb lábával, könyvet tart a kezében, bíbor köpenyét fúj a szél, ezt azért mondom ilyen részletesen, mert a következő képen, ugyanezt fogjuk látni, egy másik ábrázoláson, szintén a városunkban élő és alkotó Zweiber Ferenc, okleveles festőművész és restaurátorművész saját háza falára festette ezt a szekkót, és tudatosan ugyanezt a képet másolta le. Egyetlen különbség van a kettő között, hogy míg a templomdombi
kép hátterében ugye egy tájat látunk, Save a Friends szekója hátterében pedig már Szentendre tornyai és a katolikus kálváriája magasodik. Ez a Janicsár utca 1-3-as rakóház falán van a bejárattól. Tehát a bejárat fölött kicsit fölfelé kell nézni, hogy észrevegyük. És itt a művész az otthonában, hát neki nagyon sokat köszönhet Szentendre, de az ország számos pontján végzett restaurátori tevékenységet, de nálunk szinte, tehát sétál az ember az utcán, vagy egy Nepomuki Szent János szoborra bukkan, amit ő újított fel, vagy a templomban egy Szent Erzsébet, vagy egy Szent Miklós szoborra, amit ő talált meg a plébánia padlásán és újított fel, vagy egy szekkóra, vagy freskóra a házak falán. A római katolikus és a szerb ortodox szakrális emlékek megőrzésében is nagy szerepe van Szentendrén. Következzen a református templom. Egykor ez a templom is szerb ortodox templom, ez a templom egykor szerb ortodox templom volt, és 1913-ban vette meg a református egyház, és újította fel, és ekkor került a templom tornyába ez a harang, ami szintén Szent András harang, illetve hát a reformátusok nem hívják Szent Andrásnak, hanem most már András harangnak. Nagyon érdekes története van. Ez a városunk legkisebb és legrégebbi harangja, amit a templomdomi templomban használtak. 1717-ben öntötte a török uralom utáni első budai harangöntőnek az özvegye, tehát egy hölgy, Nuszpikher Jánosné Maria Urzulának hívták, 1717-ben öntötte, és utána egészen a templomban harangoztak vele, 1871-ig, amikor két másik haranggal együtt a katolikus közösség oda akarta adni a harangöntőnek újabb harangok öntése céljából, de ezt a református gyülekezet megneszelte, és megvásárolták jókor, még időben, és megmentették a Szent András harangot, meg a Szent Miklós harangot is, csak aztán ezt későbbe kellett szolgáltatni a háborúban, de a Szent András harang megúszta a beszolgáltatásokat, mert minden templomban egy harangot meghagytak, vagy ha több volt, akkor a legkisebbet. Úgyhogy ez a harang 225 kg-os, egy 68 cm-es alsó átmérője van, és ez alaphangolású. És készségesen beengedtek minket oda a templom toronyba. És van még egy templom, amit magáról Szent Andrásról neveztek el. Ez a Szentendrének egy kertvárosi részében, Izbégen található. Egykor a Szentlélek alászállásának volt szentelve. Szintén a török hódoltság elől ide menekülő szerb terepesek építették, és amikor ők elhagyták a várost, akkor a római katolikus közösség megvette, rögtön felújították és megnagyobbították, akkor látták el egy kereszthajóval, és maga Mindszenti József bíboros herceg primás szentelte fel 1948-ban. A belső ortodox berendezését elszállították, de a Regnum Marianum lerombolt templom padjai kerültek ide 1951-ben ebbe a templomba, és érdekessége, hogy az oltár körüli falfestményeket, tehát ugye Szent András és az életéből vett jeleneteket, Jeges Ernő festette, aki a Szentendrei Festők Társaságának egyik alapító tagja, aki bal szélen úgy néz ki, mint Leonardo DiCaprio, ő volt Jeges Ernő, és fia, Jeges András restaurátor, itt dolgozik a városunkban. És sikerült nekem is negyed óra befejezni. Köszönöm szépen a figyelmet!